Augusztus 18-19-én rendezték meg Bodajkon a Mindenkor Segítő Szűz Mária kegytemplomban az első alkalommal meghirdetett Regnum Marianum énekversenyt, amelynek felnőtt kategóriáját Kállai Erzsébet énekművész, a Bács-Kiskun vármegyei Katona József könyvtár zenei könyvtárosa nyerte meg. A művésszel a munkahelyén rögzítettünk rövid beszélgetést. Összefoglalónk alatt a Bodajki templom helyszíni felvételei mellett a Máltai Szeretett Szolgálat Kecskeméti csoportja szervezésében megrendezett kisasszonynapi terményáldás alkalmával készült képeket láthatják, ahol Kállai Erzsébet mindkét versenydalát énekelte kecskeméti közönség előtt is. A Regnum Marianum énekversenyt Pitti Katalin Liz díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész hirdette meg első alkalommal néhány hónappal ezelőtt. A helyszín a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegytemplom volt. A neves művész hosszabb ideje kitüntetetten fontosnak tartja a Mária énekek ügyét, és szeretné, ha a példáját mások is követnék. A versenyt három kategóriában hirdették meg. Kállai Erzsébet, a kecskeméti Katona József könyvtár zenei könyvtárosa, aki korábban Pitti Katalin tanítványa, mentoráltja volt, nem tőle értesült a lehetőségről. Én egy televíziós csatornán találtam rá erre a versenyre, magára a hirdetésre, és mivel mindig is érdekelt az a cappella éneklés, tulajdonképpen a zenével való és az énekléssel való kapcsolatom is így indult, a cappella, azaz kíséret nélkül, ezért szerettem volna kipróbálni magam úgymond ezen a versenyen. A kötelezően választott mű volt egy Szent István ének, amit a középdöntőben kellett énekelnie minden versenyzőnek, azoknak, akik az online forduló után bejutottak ide. Ez azt jelenti, hogy határon innen és túlról körülbelül 400 fő jelentkezett, és 120-an kerültek be a középdöntőbe, és innen tovább pedig 15 ember a döntőbe. Az egyes produkciókat neves muzsikusokból álló szakmai zsűri bírálta el, Berki Lilla népdalénekes, Kertesi Ingrid operaénekes, Mackó Mária énekesnő, Pálmai Árpád egyházzenész, Petrás Mária népdalénekes, Szvorák Katalin népdalénekes, Vakler Anna népdalénekes és Zsadun Andrea operaénekes. A zsűri elnöke és a rendezvény védnöke Pitti Katalin volt. A verseny díjkiosztó gálával egybekötött döntőjét augusztus 19-én rendezték meg. A zsűri értékelése alapján a döntőben kategóriánként már csak 5-en vehettek részt. A felnőtt kategória győztese a kecskeméti Kállai Erzsébet lett. A felnőttek korosztályában első díjra találta érdemesnek a zsűri Kállai Erzsébetet. Kállai Erzsébet a többi kategória győztessel együtt lehetőséget kapott, hogy a fővárosban a Mesterségek ünnepe programjának keretében elénekelhesse versenyprogramját. Augusztus 20-ai fellépést nyertünk az énekverseny végén. Az állami ünnepségen, a Mesterségek ünnepén, a vár mellett fölállított szabadtéri színpadon énekelhett el a három kategória győztese a versenydalokat. Az ilyen alkalmak inkább vásári forgatagra emlékeztetnek, kevés bennük az igazán elmélyült, áhítatos pillanat. Igen, ez egyfajta kettőség is volt, de mivel én már énekeltem ilyen szabadtéri színpadon, nem hatott az újdonság erejével, és az volt az érdekes az egészben, hogy az ott bolyongó, zsibongó tömeg is megállt addig, amíg mi énekeltünk, tehát érdeklődőkre talált. Így is. A budavári fellépésről nincs felvételünk, de mindkét versenydal elhangzott a Máltai Szeretett Szolgálat szervezésében lezajlott kecskeméti rendezvényen is. Menj is földön, tiszteltessél, de főképpen nálunk ma, mint hazánk fő istábja. Kérünk, mint apostolunkat, és az elsőt,
betegségben, csoda van a szentségben. Örömére mennyeknek, csodájára népeknek. Ez egy terményáldás volt a Szent István szobornál. Történt maga az esemény egy délutáni program keretén belül, ahol az egyházi méltóságok is jelen voltak, és megáldották a terményeket. A programot követően Kálai Erzsébet számos pozitív reagálást kapott a közönségtől. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam, biztatásokat, és szeretettel voltak az emberek. Vajon megváltozik-e az élete ettől a verseny eredménytől, azaz eltolódnak-e az arányok a zenei könyvtárosság, illetve az előadó művészi pálya között? Én szeretném, hogyha ezek az arányok megváltoznának, de jelenleg még a zenei könyvtárosság van a fő középpontban. Ez hosszú távon összehangulható? Igen, én úgy gondolom. Mindenképp szeretném a mesterképzést elvégezni a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karán, oratórium dalének és magánének tanárszakon. És ha ez megtörténik, akkor az is lehet, hogy foglalkozást vált? Az is lehet, igen. A díj és az ajándékok mellett a Regnum Marianum énekverseny további hozadékának tekinthető, hogy a zsűritagok jövőbeni koncertjein fellépési lehetőséget kapnak a verseny sikeres résztvevői, a tervek szerint a kategória győztesek városaiban, így Kálai Erzsébetnek köszönhetően Kecskeméten is. Ó, nagyasszony nemzetünk reménye, rátszegezzük könyvtelt szemeink, veszni indult István öröksége, szép kertedben hős erényeink. Szívet, szaj közök és sírt is velünk.